Nagymamák napi ünnepséget tartottak kedden a Korvin Mátyás általános iskolában. Citera előadással, versekkel és dalokkal készültek a diákok a nagyszülőknek. Az eseményt a Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub tagjainak szervezte meg az iskola az önkormányzat segítségével, ezzel köszöntve a nagymamákat. Pászti András önkormányzati képviselő köszöntő beszédében elmondta, hogy ezt az eseményt már 12 éve szervezik meg, így a Hunyadi Városban hagyománynak számít. A nagymamák meghatódva hallgatták az előadásokat. Az ünnepség végén a gyerekek virágokkal kedveskedtek a résztvevőknek. Kuli Józsefné, a nyugdíjas klub vezetője megköszönte a gyerekek és a felkészítő tanárok munkáját, és azt, hogy minden évben meghívást kapnak erre az eseményre. A klub tagjai ajándékgyaránt egy kis süteménnyel készültek a fiataloknak, akik nagy örömmel fogadták az ajándékot.